Mai műsorunk tartalmából. Együtt öröm az ünnep, az újbudai közösségi házakban jöttek össze az idősek, hogy együtt ünnepeljék a karácsonyt. Nagy családosokat ajándékoztak. Gazdagréten már hagyomány a sok gyermekes családok közös karácsonyi rendezvénye. Kozma Orsi a B32-ben. A jótékonysági koncert bevétele egy újbudai mozgássérült lány segítésére megy. Idősek karácsonya címmel több városrészben számos idősek otthonában szerveztek műsoros karácsonyi ünnepséget Újbudán. A helyszínekre a kerület vezetése, így a polgármester is ellátogatott, és ajándékkal lepte meg azokat az időseket, akik nem tölthetik családi körben a karácsonyt. A Kelenvölgyi Közösségi Házban rendezett ünnepségeken az újbudai intézményekben idősek százait lepi meg apróságokkal az önkormányzat karácsony alkalmából, évről évre. Mindezt egyebek között azért teszi, mert a szeretet ünnepén minden évben hálát kell adnunk az idősebb korosztálynak, akik lehetővé tették nekünk életükkel azt, hogy olyan körülmények között élhessünk, mint amelyben most élünk, mondta Hoffmann Tamás polgármester. Karácsony az a szeretet ünnepe, ami kiemelten előhozza azon érzéseket, amelyek valaki irányába le kell rónunk. Természetesen az idősebb generáció az, aki miután végig dolgozott egy életet, felnevelt családokat, gyerekeket, építette a saját közösségét, ezért hálásnak kell lennünk, hiszen amiben ma élünk, az az elődeinknek köszönhető, és ezt igyekszünk meghálálni ilyen módon is, olyan módon is, hogy nagyon sok 60 pluszos program van egész évre szétosztva a mindennapokra, amelyben a közösséget tudják megtalálni. Ha ne adj Isten, már egyedül vannak, vagy a szeretteiktől, családjuktól távolabb élnek, akkor megtalálják ezt a közösséget is, és hát a legfontosabb, hogy a lakóközösségekben egymást ismerő, egymás segítő emberek éljenek. A városvezető hangsúlyozta, az önkormányzat idős politikájának köszönhetően lassan 20.060 év feletti férfi és nő élhet közösségi életet a kluboknak, foglalkozásoknak, közösségi tereknek köszönhetően. Az esemény fénypontjaként az AKT független színházi társulat lépett színpadra. Itt Kelenvölgyben, a Kelenvölgyi Közösségi Házban a mai napon egy különlegességgel készültünk, egy nagyon kedves és helyes fiatal társaság jön hozzánk, az AKT nevű koncertszínház. Úgy kerültek hozzánk, hogy az egyik tag, a zongorista, ő kelenvölgyi, és ők ajánlották föl, hogy teljesen ajándékként eljönnek, és az időseknek megcsinálják ezt a műsort. A Kelenvölgyi Közösségi Házban mind az ajándékokat, mind a francia, olasz és magyar sanzonokat szívesen fogadta a közönség. Őrmezőn is csaknem 100 idős ember gyűlt össze a számukra szervezett karácsonyi ünnepség alkalmából. A műsor színes és szórakoztató volt Őrmezőn is. A karácsonyi hangulatnak köszönhetően együtt énekeltek az előadók és a közönség. Felhangzottak a jól ismert dallamok, a feldíszített karácsonyfán apró csecsebecsék, gömbök, fűzérek lógtak. Végtelen is karácsony van, most egy remek programmal szórakoztatjuk a megjelenteket, egy apró kis ajándékot adunk nekik, és bízom benne, hogy minden itt élve nagyon jól érzi majd magát. Végtére nekünk is ünnep, nekik sajnos néhányuknak egyedül kell ünnepelniük a karácsonyt, vagy azért, mert teljesen egyedül élnek, nincs semmilyen közelő hozzátartozójuk, nem él senki már a közvetlen környezetükben, vagy azért, mert a fiaik, lányaik már külön családban a saját gyerekeikkel ünneplik a Szentestét. Az őrmezei idősek minden évben örömmel fogadják az újbudai iskolások által készített ajándékokat, ez idén sem volt másként. A környékbeliek azonban még egy nagy ajándékot kaptak idén, felújították ugyanis, így jövőre már birtokba vehetik, az új 60 plusz program központot az őrmezei Kérő utcában. Az önkormányzat törekvése továbbra is az, hogy a segítség, valamint az időseknek szóló programok minél tágabb körben jussanak el az érintettekhez. Most Őrmezőn elkészült az a nemzetközi pályázatból támogatott felújításra került közösségi helység, ahol további lehetőségeket tudunk nyújtani egyrészt az időseknek, illetve olyan új ellátási formát tudunk kipróbálni, amiben egy kicsit megerősíthetjük újra azt, hogy rendhagyó a kerület, hiszen egy olyan innovatív ellátási formát próbálunk ki, amit
tudtunkkal itt Magyarországon még nem működik. Molnár László alpolgármester hozzátette, egy nemzetközi projekt segítségével jön létre az új 60 plusz központ. A Bölcső utcában megszokott szolgáltatásokkal, programokkal párhuzamosan, itt az önkéntesek egészségügyi és szociális ellátórendszerbe való bevonását elősegítő képzési rendszert indítanak majd. Az Albertfalván és környékén élő 60 év felettiek ünnepségén is többek között Hoffmann Tamás polgármester, Molnár László alpolgármester, Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Farkas Krisztina önkormányzati képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Az idősek mosolyogva fogadták a kerület vezetőit, és hálásan vették át az általuk hozott, de a gyerekek által készített ajándékokat. Farkas Krisztina önkormányzati képviselő kiemelte, az idei műsorral, amely során Andrész Kati és Cipot Géza lépett színpadra is, igyekeztek meglepetést szerezni a közönségnek. A látható jelek szerint ez sikerült. Mint minden évben most is, karácsony alkalmával az Albertfalvi Közösségi Házban sor kerül az idősek köszöntésére itt karácsonkor. Az önkormányzat egy kedves kis ajándékkal, valamint egy nagyon szép irodalmi műsorral ünnepli az idősekkel együtt a karácsonyt. Ebben az irodalmi műsorban Andrész Kati színművész és Cipot Géza előadóművész szerepelnek. Elsősorban a karácsonyi ünnepkörre építik fel ezt a műsort, Cipot Géza, tehát gitárjátékával kiegészítve. Egy nagyon szép, megható műsort láthatunk itt most. Szabolcs Attila, Újbuda országgyűlési képviselője az ünnepség kapcsán elmondta, egész Európára jellemző tendencia, hogy az országok népessége előregedik. Magyarország és így Újbuda is azonban kiemelten fontosnak tartja ezért, hogy ez a tendencia megforduljon és nőjön a születések száma. A családbarát politika keretében számos intézkedést is bevezettek már. Ez egy nagyon nagy probléma, ez az előregedés, és ez nem Magyarországra jellemző, ez egész Európára jellemző, legalábbis a nyugati részére Európának. Azt látjuk, hogy nagyon kevés gyerek születik, ami azért probléma, mert a mai nyugdíjasoknak a nyugdíját, illetve hát aki a közeljövőben lesz, hát valakinek meg kell termelni. Mindezek mellett, tehát itt nem a bevándorlás vagy a migránsok befogadása az igazi cél, vagy a megoldás ennek a problémának a kezelésére, hanem olyan főleg gazdasági társadalmi helyzetet kialakítani, hogy a fiatalok nyugodtabban vállaljanak gyereket, gyerekeket. A kormány családbarát politikájának köszönhető az, hogy mostanra elmondható, egy családban átlagosan másfél gyermek születik. Az intézkedések bevezetése előtt ez az arány alig volt több egynél. A lágymányosiakat a Lágymányosi Bárdos Lajos két tanítási nyelvű általános iskolában köszöntötték. Csak nem az egész tornaterem megtelt a 60 éven felüliekkel, akik ezúttal is a polgármestertől, az alpolgármestertől vehették át a gyerekek ajándékait. Toldi Tamás idősügyi referens hangsúlyozta, az önkormányzat kiemelten foglalkozik az idősekkel, ebbéli politikájának köszönhetően a kerületi idősek aktív és boldog életet élhetnek. Minden közös karácsonyi ünnep is jócskán hozzájárul ehhez a szép érzéshez. Az Újbuda 60 plusz programjának a filozófiájával, az értékeivel ez az ünnep függ össze leginkább az idősek világnapja mellett, hiszen nem csak a család, nem csak a szeretet, nem csak a béke vagy a békesség ünnepe van karácsonykor, hanem igazából az együttélés, a közösségek, az emberi kapcsolatoknak az ünnepe is, és mi ilyenkor mindig arra buzdítjuk az időskorokat, hogy gondoljanak erre vissza, az aktív időskor keretében egy passzív pillanatban gondoljanak arra vissza, hogy mennyi minden jó történt ebben az évben, hogy milyen közös örömeink voltak, jó pillanataink voltak, és igazából ennek a tetőpontja ez a kerületben tartandó ünnepség sorozat. A Lágymányosi Bárdos Lajos két tanítási nyelvű általános iskolában az ünnepi műsort Oravec György zongora művész szolgáltatta, aki egy Liszt Ferenc művet adott elő, valamint a Pannonika táncműhely állt színpadra.
Már 20. éve szervezték meg a Gazdagrét Csikihegyek általános iskolában a nagycsaládosok karácsonyát. Mostanra a családok segítése egy egész estés programmá nőtte ki magát, idén körülbelül 603 vagy több gyerekes újbudai családot hívtak meg. Az önkormányzat akkor eldöntötte, hogy anyagi támogatásba is részesíti a családokat. Ha mai napig ez megtörténik, gyerekenként egy bizonyos összeget utalunk át karácsony előtt a számlájukra, annak érdekében, hogy szebbé tegyük a karácsony. De ez olyan személytelen lett volna, és az első időben szerveztünk egy ilyen rendezvényt, ugye akkor még nem volt OTP számla, nem volt ilyen, és személyesen vehették itt át az összeget is, meg kaptak ajándékot hozzá. Minden gyerek garantáltan jól érezte magát, három helyszínen válogathattak programok közül. A tornateremben a Kaláka együttes előadása, a színházteremben bábszínház, az ebédlőben pedig kézműves foglalkozás várta a gyerekeket. Az egy zárása pedig a tombola sorsolás volt. Az ajándékokat Molnár László alpolgármester osztotta ki. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja így a kedvére való ünneplést, és mindezt az ajándékot, amit az önkormányzat jóvoltából a családoknak ki tudunk sorsolni, illetve a cégek felajánlásából adódóan a családoknak ki tudunk osztani, ezután egy tombola keretében fogják megkapni. Nem megy el egyetlen család sem ajándék nélkül, hiszen az önkormányzat minden család részére biztosítja az ajándékcsomagot. Az Életre Valók Filmklub nem csak a kerületben, hanem az egész fővárosban egyedülálló kezdeményezés. Nagyjából egy éve volt az első alkalom, hogy a Budapesti Művelődési Központ fogyatékkal élőket és átlagembereket egyszerre látott vendégül közös filmnézésre. Az Életre Valók Filmklubot tavaly indította a Budapesti Művelődési Központ. Ennek van egy különleges oka, hogy az intézményünk igazság szerint évtizedek óta foglalkoztat fogyatékkal élő munkatársakat. Jelen pillanatban is két olyan munkatársunk van, akit nagyon szeretünk és nagyon fontos munkát végez, éppen az Életre Valók Filmklub vezetője az egyik munkatárs, aki kerekesszékes kollégánk, és van egy sikert kollégánk is. A klubba érkező fogyatékkal élők miatt a filmvetítés a földszinten kerekesszékkel is jól megközelíthető teremben történik. Egy űrlapon pedig előre lehet jelezni a speciális igényeket. A nagyot hallók számára tudunk audion hurkot biztosítani, illetve még azt is meg tudjuk tenni, hogy a vetítések során audionarrációhoz eszközöket biztosítunk a vakok számára. Ez azért annyira fontos, mert így már ők is tudják élvezni a filmművészet alkotásait, hiszen ebbe a mást nem zavaró eszközön keresztül tudják meghallgatni a film történéseit. A társadalmi szemléletváltozást szeretnénk elérni, kicsit a különbözőségeket, vagy a félelmeket kicsit megszüntetni, úgymond a épek és a fogyatékossággal élők között. És adódott, hogy egy olyan gondolat, hogyha egy közös kulturális élményben vesznek részt, és utána beszélgetnek róla, az kicsit megismerteti egymást a résztvevőkkel, és közelebb hozza őket egymáshoz. És a végzettségem okán nekünk a filmklub jutott eszünkbe, mert én nagyon vonzom a filmekhez, szeretek róluk nagyon beszélni, és nagyon örülök, hogyha van, akivel lehet erről beszélni, és akkor innen jött az ötlet, hogy legyen egy filmklub. Újbuda önkormányzata és a Központ Kft. Karácsonyi jótékonysági koncertet szervezett, amelynek teljes bevételével az előadó Kozma Orsi és a közönség a kerületben élő Horváth Boglárkát és családját támogatta. A 15 éves, súlyosan mozgáskorlátozott, ritka genetikai betegséggel született Boglárka másfél évvel ezelőtt egy iskolai rosszullét után került hosszabb időre oxigénhiányos állapotba, amely nyomán mozgásképtelenné vált, elvesztette látását, de beszédközpontja is súlyosan sérült. A család a tervek szerint a felajánlott segítséget lakásuk akadálymentesítésére, illetve egy kézmozgatógépre fordítaná.
A december 19-i koncerten Kozma Orsi jazz pop énekesnő szórakoztatta a közönséget, akit saját bevallása szerint mindig megérint egy ilyen felkérés, és mindig el is vállalja. Sajnálatosnak tartja, hogy elsősorban karácsonykor pezsek fel mindenkiben az adhatnék, ugyanakkor örömteli érzés számára, hogyha segíthet. Bizonyos időszakokhoz van kötve a jótékonykodás, ami nekem annyira nem szimpatikus, tehát az év többi napjain is lehet, hogyha úgy adódik jótékonykodni, és hogy ez miért pont karácsonyban csúcsosodik ki, hát mert gondolom akkor van a szeretet ünnepe, meg akkor akarunk a legjobbak lenni, de én azt gondolom, hogy jótékonykodni bármikor lehet, tehát ezt nem kéne napszakhoz vagy időszakhoz kötni, hanem bármikor, ha úgy adódik, segítsünk a másiknak. Horváth Ernő, Bogi édesapja hálával fogadta az előadó művész és a közönség felajánlását, hogy a jegyek bevételével kislánya mindennapjait segítsék. Elmondása szerint az elmúlt másfél év rendkívül nehéz volt a családja és kedves, okos kislánya számára is. Néha fogytán van az erőnk, de az ilyen alkalmak, amikor érezhetővé válik az emberek szeretete és segítőkészsége, segítenek túllendülni az ilyen periódusokon, tette hozzá Horváth Ernő. Egy távolabbi lehetőség az is, hogy európai rehabilitációt keresünk neki valahol, ami nyilván sokba fog kerülni, és eszközök kellnek még a mindennapos mozgatásához is. Elég sok helye van. Újbuda önkormányzata és a Központ Kft. Tavaly hagyományteremtő szándékkal rendezte meg első karácsonyi jótékonysági estjét, amelynek bevételével akkor egy autista kislány speciális iskolai ellátását támogatták.